Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete rendezi ezt a konferenciát. Ez egy országos, nagy kiterjedésű konferencia. Az ország minden részéről érkeznek az alapellátásban dolgozó szakemberek, de ezen kívül érkeznek a társfőiskolákról, társegyetemekről, érkeznek érdekképviseletek és a szakmai döntéshozó, politikai döntéshozó szervezetektől is prominens vendégek. Miskolci Egyetem részvétel ebben a programban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara országos és területi szervezete mellett azért kiemelkedően fontos, mert ez az egyetem évtizedek óta biztosítja az egészségügy számára olyan szakembereknek a képzését, akik főiskolai, BSC vagy egyetemi MSC végzettség birtokában el tudnak helyezkedni. Minden évben fontosnak tartjuk azt, hogy az alapellátásban dolgozók, így a védőnők és a szakdolgozók továbbképzését segítsük, így védőnői előadások fognak elhangzani. Kint a házi orvosi szolgálatokban dolgozók szeretnék bemutatni a maguk munkáját, és ezzel tulajdonképpen ötleteket és segítségeket tudnak adni azoknak, akik mondjuk nem velük dolgoznak.